Tudod, milyen az? Amikor úgy kötődsz valakihez, hogy amint nincs melletted, úgy érzed, a melkasodban keletkezik egy tátongó űr. Egy olyan hiány, ami mintha már örökre ott maradna. Aztán az a valaki visszatér, és az űr egy csettintésre el is tűnik. Olyan lesz, mintha ott sem lett volna. Minden visszatér a régi kerékvágásba. De mi van akkor, ha ez a különleges személy soha többé nem tér vissza? Ha tudod, hogy többé nem láthatod, akkor mi történik? Mi ez a szar zene? Tartom. Ez a hülye játék. Emelek. Jó estét. Tartom. Következő lap. András, ne legyél már bunkó. Tart vagy kiszáll. Fasz. Na, mi van ma? Jó estét kívánok! Mivel szolgálhatok? Ígyunk egy házi pálinkát. Mit szólsz hozzá? Jó, egy házi pálinka az jó lesz. Szívvel tudok ajánlani? Oké, ezt szeretjük is. Tegyék meg tétjeiket. Édesapád is vesz pálinkát? Hát persze. Tartom. Tartom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Egészségükre. Köszönöm. Kettőnkre. Ficám, hozzá a sungot. Osszá már, főnök. Osszá. Hölgyem. Uram. Te perverz állat. Inkább őt, mint téged. Az úr tart vagy emel? Emelek. Mit pöröksz már? Már egy napja szívasz, legalább egy kicsit adjál. Majd ha lesz pénzed, akkor adok. Nem azért jöttünk ide is. Hús legyen már, nem ezért vagyunk itt. Lara, András, amennyiben nem akartok játszani, akár távozhattok is. Sokan válnak még a helyeitekre, és talán még jobban is fizetnének érte. Talán lesz közöttük valami jó bőr, és nem olyan, mint ez a karótnyelt ribanc. Azt akarod, hogy beverjem a pofádat, te köcsög? Szakadjál már le rólunk, kogolyó! Na jó, menjünk innen a francba! Még nem végeztünk, seggfej! Sejteted? Lara, mi a fene történt oda bent? Mi történt volna? Ez a hülye ribanc egy napot nem bír ki cucc nélkül. Van nálam egy spangli, nem kérsz egyet? Tudod mit? Tartsak csak meg! Most nem tudom eldönteni, hogy komolyan beszélsz, vagy csak viccelsz. Ennél komolyabb már nem is lehetnék. Na, én mentem, sziasztok! Jó utat, Szivi! Gyere, kis kutyám, gyere, hopp, gyere.
Mi a baj, kicsikém? Csak a szokásos. Ne haragudj, nem akartalak megzavarni. Te attól ne félj, hugocskám. A szüleinkről álmodtál megint? Tudod, mit szoktam ilyenkor mondani? Ők ugyan elmentek, de... Mi itt vagyunk egymásnak. Tudom. Egyszerűen nem tudom, hogy miért álmodok még mindig róluk. Mert hinni akarod, hogy még visszajön anya. Talán. Bár nem tudom, minek várok egy ilyen nőre, aki apánk halála után lazán itt hagyott bennünket. Mert az anyád, ez természetes érzés. Neked még sincsenek rémálmaid, pedig a te anyád is volt. Mert nekem nincs időm a rémálmokra. Akkor ki vigyázna rád? Te vagy a legjobb testvér. Na, ideje készülnöd. Ez lesz az első napod a moziban. Anita, ne haragudj! Hogy nézel ki? Tessék, miről beszélsz, hiszen nincsen semmi... Gyere be az irodámba most! De én nem... Semmit, de gyere be most rögtön! Cucc vagy Pia? Tessék! Melyikre szoktál rá? A drogra? Vagy az alkoholra? Ne akart, hogy még egyszer rákérdezzek, Laura. Esküszöm, hogy csak egy füves cigi volt, és ennyi. Egy füves cigitől nem lennél ki ennyire. De tényleg csak az volt. Engem nem bántasz azzal, ha becsapsz. Igazából csak magadnak hazudsz ezekkel a dumákkal. Amit viszont én tudok, hogy egy drogos... Alkoholista? Vagy nevezd magad, aminek akarod, nem fog nálam dolgozni. De nem fogok más munkát találni, Anita, nekem kell ez a meló. Ez miért az én bajom? Hogyan? Ez miért az én bajom? Te választottad ezt az utat magadnak. Ne kövesd el azt a hibát, amit én... Laura! Laura, figyelsz te rám egyáltalán! Bocsánat, én... Jézusom, csak azt nem mondd, hogy még mindig be vagy szívva. Nem, dehogy is. Na jó, ez mind a te problémád, és én nem fogom megoldani helyetted. Menj, ahová akarsz. De ide többé be ne tedd a lábad. Megértettél? Anita, most először fordult velem elő ilyen az elmúlt 6 évben. Kérlek, hogy ez miatt ne rúgj ki. A drogok ennyire elvették az eszedet. Azt mondtam, tűnj el! Sajnálom. Sajnálhatod is. Hajlandó vagy végre mondani valamit? Mégis mit kellene mondanom? Akármit, bármit. Csak ne az legyen, hogy szép pattan közöttünk a feszültség. Ezt most úgy mondod, mintha erről én tehetnék. Nem, ez nem igaz. És ne forgass ki a szavaimat. Én csak azt szeretném, hogy beszéljünk arról, ami történt. Arra gondolsz, hogy hazállítottál részegen egy faszival? Bocs, de én erről nem akarok beszélni. Nézd, én sajnálom, de nem is hadsz bocsánatot kérni. Mit sajnálsz? Azt, hogy megint iszol? Vagy azt, hogy a fickó majdnem megerőszakolt? Hibáztam, oké. Ne ítélkezz. Senki nem tökéletes. Te sem vagy az. Hányszor ígérted már meg, hogy leteszed a piát? Ezt most miért kérdezed? Csak válaszolj. Hányszor? Nem tudom. Talán 2-szer. 6-szor, Nóra. Ez most már a 7. alkalom. És őszintén szólva nagyon unom, hogy egyfolytában az alkoholizmusod miatt kell beszélgetnünk. Te vagy a nővérem. Neked kellene kioktatnod arról, amikor olyan sráccal jövök össze, aki a szexnél többet nem akar. Vagy egyáltalán bármiről kioktatnod. És nem fordítva. Félre ne érts, ez az én dolgom is, de most már nagyon unom, hogy egyfolytában erről kell beszélnünk. Esküszöm, megváltozom, tényleg. Tudod mit? Én ezt már túl sokszor hallottam ahhoz, hogy ezt el is higgyem. Thank you.
Ez ki? A nővérem. Arrébb! Vagy már! Lara, itt vagy? Ja, ott vagy. Vigyázz, bele ne rúgj a cuccaimba. Te mióta laksz itt? Mióta kilakoltattak? Anita tudja, hogy itt kukázol? Faszom! Szerinted? Persze, hogy tudja. Kifizettem a maradék pénzemből. És meddig maradhatsz? Csak egy hónapig. Aztán meg fel is út, le is út. Tényleg te miért jöttél? Elhoztam neked a nagybátyám telefonszámát. Miért is? Még Nóra kért meg múltkor, hogy adjam oda. Miért? Mivel foglalkozik a nagybátyád? Pszichológus. Miért? Nem mondtam még? Nem. Neked sem ártana egy... Sajnálom, hogy édesapád nincs itt, hogy lássam, milyen csodás kislány vagy. Bárcsak ne viselkedne így. Baj van a részeg, tenger részeg. Baj van a részeg, tenger részeg. Baj van a részeg, tenger részeg. Kezdje, amikor jónak látja. Nem kell sietni. Nem is tudom, minek jöttem el egyáltalán, nincsen semmi bajom. Ön kért tőlem időpontot. Akkor még úgy érezte, hogy szüksége van a segítségemre. Azóta mi változott? Hogy rájöttem, hogy ez az egész hülyeség. Érti, Doki? Nekem erre nincs szükségem. Akkor miért nem áll fel, és sétál ki az ajtón? Laura, jól van? Ne szólítson így! Utálom ezt a nevet, én nem Laura vagyok, hanem Lara! Miért utálja? A nevét. Miért utálja? Azért, mert csak az anyám szólított így. Az anyám, aki magamra hagyott, apám halála után, és aki miatt a nővéremnek vissza kell... Nem érdekes. Miért hagyta abba? Mondom, mert nem érdekes. Mit érez most? Semmit. Nem érzek semmit.
Zavarja, hogy folyton kérdezgetem? És ha azt mondom igen, akkor miért lesz jobb magának? Egy picit jobban fogom érteni. Szóval, ha azt mondom, hogy zavarnak a kérdései, akkor maga jobban megért. Hát maga igazán egy pengedoki lehet. Szarkazmus, érdekes. Nekem ezt nem kell hallgatnom, úgyhogy elmegyek. Rendben. Akkor két nap múlva találkozunk? Talán. Nem lesz egyszerű dolgom, az biztos. Szerintem is, már várunk egy jó ideje itt. Igen. Na, meg is jött. Sziasztok. Hello. Szeretnénk kérni. Jaj, annyira várom a filmet. Remélem jó lesz. Kólát hoztam, jó? Jó. Ajánlom, hogy jó legyen a film, kis filmmániás. Ne izgulj, Lara mindig jól választ. Legalábbis az esetek 90%-ában. Mit mondhatnék? Igyekszem. Film után egy jó kis buli. Na, mit szóltok? Én benne vagyok. Legalább Larának is találhatnánk egy jó fejpasit. Nem hagyhatnánk már végre ezt a témát, én amúgy sem megyek. Nem már, Lara. A mozin kívül sehova nem akarsz eljönni velünk. Te vagy a legjobb barátnőm, szeretném, ha ott lennél. Bocs, de nekem nem buli az, hogy leiszom magam részegre, és utána otthon fetrengek. Elmegyek a mosdóba. Ne menjetek be nélkülem. Minden oké veletek? Mi baj is lehetne? Jól van, megbántam, oké? Ott kellett volna vennem, de nem voltam. De ez már a múlt. Nem tudom, mi közelnek az egésznek ahhoz, hogy nem bírok ráállni a piával. Hülye hiba volt. Nem is. Elbaszott egy hiba volt, de... Döntések. Behálózzák az életünket. Nap mint nap meg kell hoznunk egyet. Azt hisszük, a kezünkben van az irányítás, hogy pontosan tudjuk, a jó vagy a rossz utat választottuk-e. Azonban az az igazság, hogy ezt csak is az idő döntheti el. Doki, én vagyok. Akkor most mi lesz, Nóra? Nem tudom, de ez így nem mehet tovább. Nincs kedved elmenni a nagybátyámhoz. Azt mondják, érti a dolgát. De mit mondasz? Hát, nekem még nem kellett a segítsége. Már régen rossz lenne, ha... Nem, te vagy Lala legjobb barátnője. Te mit mondasz, mit tegyek? Szerintem mutasd meg, hogy mindent megteszel a változásért. Gondolom én. El kellene mennem a rehabilitációra. Ha azt érzed helyesnek, akkor persze. Te nem tartasz velem? Nekem nincs szükségem ilyesmire. Nekem minden jó úgy, ahogy van. Hiszen lényegében egyedül vagy. Ne haragudj, ezt nem kellett volna. Nem, persze igazad van, egyedül vagyok, de nekem jó az így. Oké. Meg tudod adni akkor a nagybátyád számát? Persze, biztos tud jó rehab központokat. Köszi, Rita, hogy meghallgattál. Olyan jó barát vagy. Igyekszem, köszi. Örülök, hogy visszajött. Ennyi pénzért? Tulajdonképpen mikor bejövök, körbe kéne ugrálnia és kinyalnia a seggemet.
Beszéljünk a nővéréről. Hogy jön ő ide? Múltkor megemlítette. Azt mondta, hogy önre kellett vigyáznia. Mit ért ez alatt? Maga szerint mi a jó Istent értek alatta? Sokat dolgozott, ameddig ön tanult. Mit tett az alatt a jelszó alatt, hogy vigyázott önre? Mit tett? Először is otthagyta az egyetemet, Főzött, mosott, takarított, amíg én az iskolában voltam és a plusz munkát végeztem. És utána tudja, mit csinált? Bement a szobájába és leitta magát a sárga földig. Na, ehhez mit szól, dokikám? Tehát alkoholista volt. Nevezze, aminek akarja. Tulajdonképpen soha nem mondta, de tudom, hogy sok volt neki. Túl sok minden szakadt egyszerre a nyakába. Sok voltam neki én. Túl hamar kellett felnőnie. És azért az egyszerűbb utat választotta. A piába menekült. Ennyi a történet. Mi a neve? Nóra. És most hol van? Szeretne az édesanyjáról beszélni? Most, hogy így megkérdezte, nem szeretnék róla beszélni. És nem az édesanyám. Miért van az, hogy mindig szarkazmussal védekezik, amikor olyan téma jön elő, ami nem tetszik? Doki, hallotta már a skorpió és a béka történetét? Nem mondhatnám. Egy napon a skorpió elhatározta, hogy át kell a folyón, de mivel nem tudott úszni, azért megkérte a békát, hogy segítsen neki. A béka persze rögtön ellenkezett. Megőrültél? Ha felveszlek a hátamra, megcsípsz és meghalok. Erre a skorpió azt mondta. Dehogy csíplek meg, hiszen akkor én is meghalnék. Na, vigyél át, kérlek. A béka gondolkozott egy kicsit, s végül belement a dologba. Azonban, amikor a folyó közepére értek, a skorpió váratlanul megcsípte. A béka felkiáltott. Megőrültél, most mind a ketten meghalunk, ezt miért csináltad? A skorpió csak annyit felelt. Mert ez a természetem. Ha barátnődöt keresett, hiába jöttél. Ma reggel elment. Nem mondta, hová megy? Nem. De van egy sejtésem, mit csinálhat. Azt hiszed, nem tudom? Mind drogos kis senkiházik vagytok. Örülnötök kellene, hogy egyáltalán ide engedlek titeket. Megmondtam, hogy fölösleges volt ide jönnünk. Nem. Anita, te pedig egy percig se gondolt, hogy jobb vagy bármelyikünknél is. Ha így volna, talán nem hagyna el a férjed. Vagy azt hitted, nem tudom. Takarodjatok innen. Gyere már, bazd meg! Ha Larának bármi baja lesz, az a te lelkeden fog száradni. Pénzéhes kurva.
Hallgass csak, ez a kedvencem. A múlt emlékei váratlanul törnek az emberre. Nem lehet felkészülni a támadásaikra. Nem tudjuk, hová ragadnak bennünket, csak abban reménykedhetünk olyan helyre, ahová szívesen megyünk. Mi az? Nem is mondasz semmit? Ja, jó. I can't go on without you. I need you here with me. 'Cause with you. Hello, születésnapos! Isten éltessen, na, hagylak titeket. Szia, kicsikém! Hogy tetszik a munka? Egyszerűen tökéletes. Minden filmet ingyen nézek, ráadásul Anita is tök rendes, úgyhogy ez a mennyország. Örülök neki. Mosolyog akkor is, hogyha rossz napod van. De ma jó napom van. Isten éltessen! Ez az enyém? Igen, sajnos csak erre futottad, de azért remélem tetszik. Köszönöm. Gyönyörű. Emlékszem rá, bejött és azt mondta, meg kell változnom a húgomért. Rögtön tudtam, hogy mennyire komolyak a szándékai. Ugye ezt most nem csak kitalálja? Nem. Ön miatt volt itt elsősorban. Elkapták valaha, aki megölte a nővérét? Nem. És dühös emiatt? Hogy ne volnék dühös? Az a mocskos állat megérdemelné a büntetést azért, amit a nővéremmel tett. De most már csak egy valamiben bízok. És pedig? Abban, hogy majd akkora lesz a bűntudata, és annyira fog undorodni magától, hogy
Végül majd ez okozza a vesztét. Nem lehet könnyű beszélni erről. Van valami, amit ön bán? Nem mondtam neki elégszer. Azt, hogy szeretem. Miért érzi ezt? Amikor... mielőtt meghalt, elég csúnyán összevesztem vele, és elég ronda dolgokat mondtam neki. Lara, mindannyian követünk el hibákat. Szerintem az ön nővére nagyon is tudta, hogy mennyire szereti őt. A szó nem minden, mint ahogy azt ön is tudja. Az már biztos. Elbúcsúzott tőle? Azt hiszem, igen. Ha most itt lenne, mit mondana neki? Azt, hogy hálás vagyok minden percért. Miért mondta el nekem ezt a történetet? Mert azt hiszem, felkészültem, hogy végre elengedjem őt. Nem könnyű búcsút venni attól, aki része volt életünknek. Nehéz a végső búcsú, de szükséges. Meg kell tanulnunk elengedni azokat, akik már nem lehetnek velünk. Ha ezt képesek vagyunk megtenni, arra is rájövünk, hogy nem is igazán mentek el. Hiszen mindaddig velünk maradnak, amíg őrizzük emléküket, vagy eszünkbe jutnak azok a dolgok, amikre megtanítottak. Lényegében soha nem is válunk el tőlük. Minden vég egyben valaminek a kezdete is. Csupán ezt akkor még nem tudjuk. I see you out of reach, even farther than before. I'm falling back, 'cause I've been walking on sand, and my heart is sore. Even when I close my eyes, they still resemble the light. And when the sun is gone, I'm left to bear a freezing night. I'll see you when it rains. I'll see you when it pours. Maybe this desert means I'm not made for you. There's nothing I can say. There's nothing. I'll see you when it rains. I'll see you when it.
Silly me to think it would. There's nothing I can say. There's nothing I can do. We're never gonna change, so I